Vágjunk is bele a bucik tésztájának összerakásába. Egy nagy tálba morzsoljuk az élesztőt, hozzáadunk két nagy csipet cukrot és egy nagy pohár tejet. Egy kicsit elkeverjük, letakarjuk és adunk pár percet, hogy elkezdjen dolgozni az élesztő. 10-15 perc elteltével így fog kinézni, ha friss, aktív az élesztő. Jöhet bele a liszt, a só, még egy kevés tej, kicsit elkeverjük, hozzáadjuk a cukrot, a három tojássárgáját és a vajat. Ezután kezdődik az alparedzés, addig gyúrjuk a hozzávalókat, míg egy homogén tésztát kapunk. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a dagasztás. Folyamatos tisztítás mellett legalább 7-8 percig dögönyözzük a tésztát. A dagasztás végén érdemes alávetni a tésztánkat egy gluténablak tesznek. Levágunk egy kis darabot, elkezdjük finoman nyújtani a kezünk között, és ha nem szakad el, de már átlátunk rajta, akkor jó a tésztánk, megkezdhetjük a kelesztést. Egy kilisztezett tálban a hűtőbe tesszük másfél napra. A hideg tésztát átgyúrjuk, hogy szobahőmérsékletű legyen. Tizenkét részre osztjuk, kb. 110-120 g-os bucikat kell kapjunk. Kis gombócokat formázunk belőlük, így és így. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket, meglapogatjuk a bucikat és félretesszük őket kelni. Gyorsan megpucolunk 6 vagy 7 kisebb hagymát. Könnyek között felvágjuk és forró serpenyőbe borítjuk.
Lassú tűzön, sűrű kevergetések közepette addig pirítjuk őket, míg bebarnulnak. Ha letapadna, egy kis vízzel segítsünk rajtuk. A végén megkínáljuk egy kevés cukorral, és hagyjuk, hogy karamellizálódjon. A darált marhahúsból 100 g-os labdákat formálunk. Ha megkeltek a bucik, a sütőt elemelegítjük 200 fokra, a bucikat lekenjük a megmaradt tojásfehérjével. Megszórtjuk szezámmaggal és fekete szezámmaggal. Irány a sütő. Nyolc perc alatt ilyen barnára sülnek. Amíg a bucik ülnek, elkészítjük a burger szószt. Egyrészt ketchup, egyrészt majonéz, egyrészt mustár, és egyrészt savanyított hagyma apróra vágva. Forró serpenyőbe dobunk egy darab vajat, és lepirítjuk a bucik mindkét oldalát. Ha így néznek ki, akkor jól dolgozni. Jöhet a hús. Sozzuk, borsozzuk. Két perc után megfordítjuk. Majd jöhet a sajt. Ha megolvadt a sajt, egymásra tesszük a két húst, és el is készültünk. Jön a legizgalmasabb rész, az összeállítás. Megkenjük a buci alját és tetejét a szósszal. Ráhelyezzük a húst, a hagymát, és megkoronázzuk a burgert. Jó étvágyat!